Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket a Karika kiadó mai bemutatóján, ahol Dubó Istvánnak a három kötet közre tervezett összegyűjtő írásai kötetnek az első könyve jelent meg, és a szerkesztővel Dénes Ivánnal beszélgetünk. Amikor ezt elhatároztam, vagy elhatároztam, hogy ezt kiadjuk, akkor volt bennem egy félezés, egy folyamatos szkepszis, hogy vajon Dubó István időszerűje még nem úgy, ha mondjuk az én vagy idősebb nemzedékhez tartoznak, mert azok azt gondolom, hogy evidenciának gondolják, hogy fontos gondolkodó. De hogy vannak-e mai olvasói, mondjuk a fiatalabb korosztályt megszólítja el, ezzel kapcsolatosan sok kétely van bennem. Másrészt meg ugye van az az örök válasz, hogy igen, egy nagy gondolkodó mindig aktuális. Nem biztos ez, mert az időben változik mindennek a megítélése, mert minket bizonyos értem a diktatúra alatt fogva tart Dubó személyes élete, erkölcsi példája, egyáltalán az 56-os viszonya, vagy 56-hoz és a diktatúrához való viszonya és példaértékű magatartása. De akik már később lépnek be a történetbe, azok szövegeket akarnak olvasni, és nyilván a beszélgetésben inkább az ördög ügyvédje szerepét, mert nekem is a válaszom, hogy igen, időszerű, de hogy hogyan és miért, vagy mi az, ami talán nem időszerű. Erről szeretnék beszélgetni a kötet szerkesztőjével, Dénes Iván Zoltánnal, aki már korábban is Dubó ügyben sok minden módon elkötelezett. Tehát provokatívan kérdezem, hogy mi az, ami nem időszerű belőle? Mi az, ami mulandó? Mi az, ami korhoz kötött? Jó estét! Sándor említette azt, hogy Dubó személyisége, szerepe nagyon fontos volt sokunk számára, és valóban kérdés az, hogy a írásai, művei mi a aktualitás. Akkor, amikor én ezt kezdeményeztem 2011-12-ben 12 kötetes vállalkozás elejéig, akkor hát ez egy mintaszerűen szerkesztett, már mint kiadó által mintaszerűen szerkesztett, de nagyon alacsony példányszámban megjelent sorozat, volt a centenáriumi sorozat. Akkor én fontosnak éreztem valamivel szemben, mindjárt elmondom, hogy mivel szemben, most viszont sokkal aktuálisabb. És a szövegek, tehát az itt közreadott szövegek ebben és a másik két kötetben sokkal inkább tematikusak, több minden van bennük, nem csak az írások, hanem az illatok és a levelek. Szinte teljes középiskolai dolgozatok és nagyon személyes levelek nincsenek benne, könyvtárosi szereplőivel kapcsolatos írások. Aktuálisan következő miatt. 1956. október 27 és 29 között Dubó István a marxizmus-leninizmus-sztálinizmus államelméletével kapcsolatban kifejtette a nézeteit. Az a megoldás, hogy a sztálinizmust elvetjük és a leninizmusnál kötünk ki, vagy a leninizmust elvetjük és a marxizmusnál kötünk ki, vagy hogy én fiatalkori illúziómat említsem, Marxon, Marx intencióit írjuk számon. Dubó nagyon határozottan egyes tételek osztályharc az állam szerepe kapcsán azt írta, hogy ez tulajdonképpen ez egy rendkívül idealista szemlélet, metaforákat használ, nagyon kártékonyak a tételek, és végre el kell vetni a dúvad államot, úgy, ahogy van, főröstülne, bőröstülne. Az állam, amelyik nem ismeri az ígéretet, nem tartják be az állam képviselői a szavukat, bármit megengedhetőnek tartanak. Ez az, ami nagyon kártékony, és ezzel szemben vissza kell térni a hatalom megosztáshoz, a hatalomosztásnak mind a régi formájához, a törvényhozó végrehajtós igazságszolgáltató hatalom megosztásához, mind ahhoz a
azokhoz az, azoknak az új formáknak az ellensúlyozásához, ennek egyik következménye szerződési arisztokrácia kiépülése, másik pedig az, hogy a gazdasági és az információs hatalom összpontosul kevesek kezébe, és ezzel szemben az emberi szabadság ösztönnek meg kell találni az ellensúlyokat. Ezt 1946-ban vezette először. És 1956-ban nagyon határozottan foglalt állást. Úgy látom, hogy közvetlen aktualitása ennek van. De közvetve nagyon komoly aktualitása van a mediátor szereplőnek annak, hogy konfliktusban lévő szereplők között ő közvetítése van. Óriási szerepe van annak, hogy döntést olyan kérdésekben hozzunk, amiket először megértettünk, és vázoljuk fel a különböző lehetőségeket, és ezek közül a lehetőségek közül alakítsunk ki egy sorrendet. Ebben a kötetben két nagy témakör köré csoportosítottam az írásokat. Az egyiknek az a címe, hogy az európai politikai fejlődés értelme. Minden olyan szöveg, vázlat, előadás, kézirat, ami ehhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik, nagyjából a 30-as évek második felétől a 79 áprilisában papírra vetett vázlatáig, ami a szigorú értelemben lett végrendelete, mikor a liberális demokrácia jövés hitmányai, mikor a liberális demokrácia torzulásai, mik a szocializmus érvényes vívmányai, mik a szocializmus torzulásai, szintézis, nem is kell. Ide, ideológiai hűség, egyenlő torzulás. Torzulásokat lehagyni. Egy olyan vázlat volt, ami végig, ami olyan kérdésekkel foglalkozott, ami ők végig foglalkoztak. A másik nagy kérdéskör, tehát úgy gondolom, hogy az európai politikai fejlődéssel alkotott véleménye, amit a nagyon röviden összefoglalunk, úgy hangzik, hogy az európai politikai fejlődésben benne van a lehetősége annak, de el is játszható, hogy a személyes uralom helyébe a személytelen szolgáltatások lépnek. A személyes uralmat felválthatja a személytelen uralom is, de ez nem jó. A személytelen szolgáltatások rendszer. És tulajdonképpen, amikor egy-egy politikai rendszer, kormányzatot megítélünk, akkor van egy nagyon egyértelmű mércénk, nevezetesen az, hogy csökkenti vagy növeli a szenvedés kiszolgáltatottságot, a fájdalmat, a hierarchikus társadalmi szerveződés, azaz az emberi méltóság érvényesülésének lehetőségét növeli vagy csökkenti. A másik nagy témakör a politikai hisztériát és feloldási címet kaptam. Politikai hisztériák alatt vívó egy olyan metaforikus kifejezés használt, aminek a jelentését ő úgy adta meg 1942 vagy 43, ezt nem tudjuk, és 44 között írt nagy kéziratában az Európai Egyensúlyról és Békéről, amit ő azért írt, hogy a béke békeszerződés a békecsináló tanácsadóinak, mégpedig munkáspárti tanácsadóinak a kezébe adjon egy igen alapos diagnózis és terápia javaslat, mégpedig több változatban. Politikai hisztéria kiinduló pontja valódi sérelem, valódi fájdalom. Ennek következtében, aki a politikai hisztériát elszenved, nem, a politikai hisztéria oldozója, a fájdalom, a szenvedés, a méltánytalanság, a sérelem elszenvedője, nagyon könnyen, most ugrok egy nagyot, abban a helyzetben lavírozhatja magát, hogy neki minden szabad, és minthogy a többiek követték el vele szembe, rá nem vonatkoznak azok a szabályok, amik a többiek kettős. De ennél sokkal finomabb
értelmezési keretet alkotott, aminek a lényege az, hogy minthogy a politikai hisztéria részesei minden áron el akarják a sérelmekkel ülni. Ezért megismétlik az. Azért ismétlik meg, mert olyan konstrukciókat hoznak létre, hagynak működni és működtetnek, meg elfedik előlük a valóságot, és így még nagyobb katasztrófába kapírozzák magukat. A nácizmussal kapcsolatban jött alá ezt a magyar demokráciát válságával, és nem sorolom, rengeteg mindennel kapcsolatban írt alá. Ennek óriási aktualitása van, mert Bibó nem csak diagnózist adott, hanem a terápia lehetőségét mutatta be. A zsidó kérdés eszély. Az egy egykor kulturális és gazdasági antiszemita szembenézése az egész kérdéssel, mégpedig nem úgy, hogy másoknak a tanácsot, hanem saját magának. Egy hollandiai, egykori teológiai, teológus hallgató, aki ugyanott dekkolt, ahol a Vigo 1944-ben tűnik a Rádai utcai református teológia pincéjében. Tőle tudom azt, hogy a Vigo ravasz volt a lakósa, meginterjú volt a teológus hallgatókat, hogy mit gondolnak el. Hát már 44-ben, még előbb 42-ben, akkor elvettette a legjobb barátját. Itt meggyilkolt a Ukrajnába. Nyilván akkor került szembe korábbi 38-as állásfoglalásával, aminek a lényege ugye a többségi kisebbségek, kisebbségi többségek egy ilyen Szabó Dezsői formulában fogalmazható. Lényegében mind az, hogy mi mérjük az európai politikai fejlődést, így a saját. Mind az, hogy mit kezdjünk azokkal a politikai hisztériákkal, amit nem mi gerjesztettünk, de benne vagyunk. Nem tudjuk kivonni magunkat, ha úgy viselkedünk, mintha nem léteznének. Őrületes hősi teljesítménnyel semmire se jutunk, mert úgy van. És nagyon érdekes szövegek vannak ebben a kötetben, nagyon nagy szeretettel ajánlom. Nem olyan sok, hál' Istennek a sajtóhiba, mint amilyen először rettenetesen fölbukkant az első korrektúra idején, még így is van benne, de alapjában egy jól olvasható is szöveg, és szövegek vannak benne, és látjuk, hogy szép a kötet. Mi van a második, és mi van a harmadik kötetben? Milyen témák vannak? A második kötetnek a címe Demokratikus értékelési és magatartás minták, ami ugye Vigo 56-os szövegei, azok úgy néznek ki, mintha ő spontán leírta volna, és valóban spontán írta egy új és spontán tömegmozgalom részesetén azt, amit írt. De nagyon meggondolt közösségi értékelési minták vannak benne. Minták közszolgálatról, minták a szabadság szerető emberről, minták arról, hogy hogyan kell egy cseppfolyós helyzetet, egy vákum helyzetet, ahol a félelmű elszabadulat konszolidálni. Nagyon nagyon tanulságos szövegek. Ebben vannak az ön 44-es embermentő tevékenységének a dokumentumai, ebben van ugye a márciusi fronttal kapcsolatos dokumentumok sorozata, és ebben van, hogy mondjak egy olyasmit, amit nem hiszem, hogy nagyon ismert lenne. Manapság Kossári Domokos ikonikus figura. Bibó István 1946-ban, akkor, amikor már látta, hogy nem úgy taníthat, ahogy neki a politika tudomány tania kellene, és ahogy ő ezt gondolja, hát akkor érte el az a fölkérés Keresztúri Dezsőtől, a vallás és közoktatási minisztertől, hogy legyen szíves, menjen el a Telemintézetbe, mert nagy baj van.
Telek intézetbe ugyanis Dabas is Sreng Lóránt elnököt, aki a Humann helyébe került, mint a Telek intézet elnöke. Nagyon furta a történet intézet igazgatója, Kosári Domokos. Annyira, hogy Szabad Nép cikk jelent meg egy Víg Károly nevű beépített pasi közvetítésével, és mint mediátor, mint közvetítő Bibó kipróbálhatta azt, aminket gondolt. Közvetített. A Dabas is meg ugyan a párizsi békeszerződési tárgyaláson volt, de levelezéssel és azzal, hogy kivel beszélgetett, tulajdonképpen egy nagyon elmérgesedett helyzetet oldott fel. Ennek a dokumentumot is megtaláljuk ebben a kötetben. Megtaláljuk a 57-58-as ügyészi kihallgatásokat, bírósági jegyzőkönyveket. Ezeket a Kennedy János adta ki először, de ebben is benne. És találunk olyan furcsa kívánokat, mint filmtervet. A 15. század, 5. Lászlóról. Lászlót Döbokém címmel. Találunk olyan dráma értelmezést, ami Németh László Görgei drámájában az állítólag szól. Találunk leveleket benne, olyan leveleket, amelyek Bibó műveihez és művei hatásához kapcsolódnak. Míg az első kötetben a zsidó kérdés eszé recepciója kapcsán két cionistának és egy antiszemitának a leveleit olvashatjuk. Fővösi Ferenc nevű vegyész, egy Dénes Bél, aki nem rokonom, nevű bácsi, aki aztán ugye a cionista fővádlottja lett. És egy miskolci ügyvéd, aki komolyan fordul Bibóhoz azért, mert a vádló is, a bió is zsidó. Ugye ez hogy lehet? Mit szól ehhez? Ebben a második kötetben olyan szövegeket látunk, mint például egy Szabad Györgynek írt levelet. Én voltam az, aki a Szabadból kisajtoltam azt, hogy küldje el neki Bibónak az egyik könyvét és néhány írását. Akkor a Szabad egy nagyon mély válságban jött rá, tehát nem válaszolt rá. De később a három kötetesről írt egy értelmezést. És nagyon fontos két levéllel zárul ez a kötet. 51 tétel van benne, vagy lesz benne. Az egyik, egy Szalai Pálnak írt levél, azt mondhatnám, hogy Bibó urbánus kritikája. Elmondja a Szalai Pálnak, hogy mit nem érzékel Litván György a magyar gondolat szabad gondolatban. És hogy hogyan kéne azt korrigálni. A másik egy Arany Bálint nevezetű úrhoz szóló levél, 79. január 16-áról, 79. május 10-én halt meg Bibó István. Arany Bálint a Donát György fővádlott után a második vádlat volt a magyar közösség felében. Bibó leírja, hogy ő nagyon minden tisztelette a Donát Györgyét, hogy milyen bátran viselkedett. Talán vannak, akik olvasták Kende Péter írását, aki Hajdanában, a Szabad Népben nagyon keményen nyilatkozott Donát Györgyről, utána pedig ezt nagyon megbánta és mintaszerűnek tartotta ő viselkedését. Nos, a Bibó nagyjából azt állította, hogy minden tisztelete a bátorságaért, de amit képvisel, az rossz. És elmondja, hogy miért. Szóval nagyon időszerű és fontos írások vannak benne. Én közreadom, és tessék szívesen egy pillantást vetni belé. Ebben nincsenek altémák, hanem minthogy mindegyik felfűzhető a demokratikus értékelési és magatartás mintákra, időrendben követik egymást. Egy kicsit megkapkodom, az elejét ígért, hogy szerepét vegyem, utána Dénes Iván Zoltán ismertette Bibó gondolatait, hogyha azt vélem, ha igazságot mondanám,
mégis talán ez igaz, hogy az az gondolkodói kísérlet, ami történetileg indokolhat, hogy a 30-as évek rendkívül sokan is azt mondja, ez magnetizált a 70-es, 80-as évek értelmiségét, akár engem. Hogy összebékíthető, hogy a kapitalizmusnak és a szocializmusnak van valami olyan amalgánya, vegyülete, elgondolása, hogy a köztes Európa megteremthet, azt gondolom, hogy ez passzé. Ez a, még a 90-es években is fogva tartott, és máig napig a baloldali gondolkodás ilyen redistribúciós elgondolásokból próbál, anélkül kapitalizmus lenni. Ugye, és a kapitalizmus folyamatosan bírálja, és ez hol vagy keresztényi, tehát az aktív szeretet és a keresztény elgondolás, és vagy a harmadik utas politikai érvekkel, de állandó és állandóan tökve ezt a kísérletet veszi, és azt gondolom, hogy ezt ma már a fiatalabb nemzedékek, ezt van a új marxisták, a Tamás Gáspár időnként alapvetően nem nagyon osztják. Ugye ami kísérlet van a szocializmus, már Hubble teleszkóppal nézik, hogy hol is lehetne, és aztán kiderül, hogy nem az, hogy a harmadik világban. Tehát a Vibónak ez, és ez nyilván nagyon sok akadik, ezt nagyon színvonalasan képviseli, de amilyen tisztánlátó, mély és okos politikai elemzőként, diagnosztaként, úgy ez a terapikus javaslata, illetve hogy ez a történet filozófiai elgondolása a kettőnek a valamiféle kombinálásáról, azt nem hiszem, hogy időszerű lenne. Vagy legalábbis élesen azt mondom, hogy szerintem nem időszerű. Ez nyilván történetileg, aki úgy olvassa, igen, de azt hiszem, hogy ezt a meggyőződést, hitet ma már nem osztja. Ha a kérdésed arra irányul, hogy mint rendfelalkotó Vibó mit hagyott ránk, ő nem volt rendfelalkotó gondolkodó. Ő nem volt spekulatív gondolkodó, és nagyon nem volt rá jellemző az, hogy akár analitikus értelemben, akár németes értelemben bármilyen rendszer alkosson. Úgy is mondhatnám egy kicsit szigorúbban és keményebben, nagyon távol állt tőle a kilapós játék végső megoldásának a keresése. Ő adott helyzetben adott problémákhoz viszonyult, és ezeket a problémákat próbálta azonosítani, és ezekre javasolt megoldási változatokat. Tehát ha azt nézzük az európai politikai fejlődés értelme szövegeiben, hogy itt van egy recept arra, hogy mi az európai politikai fejlődés, és mit kell alkalmazni, ez igaz is, meg nem is. Van egy értelmezése, vannak értelmezései erről, még nagyon termékeny értelmezések, mert mi meg úgy vagyunk szocializálva, vagy nincs a fejünkben ilyesmi, vagy egész más. Ne felejtsük el, Vibó, amikor szocializálódott, ez a két világháború közötti válságirodalom ideje. Ő nagyon sokat tanult a Ferréótól, sokaktól. De az az érdekes, hogy ő egy nagyon eredeti gondolkodó volt, Vibó nem filozófus, nem történész, amikor én kérdeztem meg, azt mondta, hogy úgy vagyok történész, mint a Molnár Erik, soha nem olvastam egy forrás sem. Ő politikai gondolkodó volt, azt mondta, hogy mindig is kávéházi Konrád volt. Tehát konkrét problémákkal keresett megoldást, de ahhoz, hogy ezt megtehesse, értelmeznie kellett általánosabb kérdéseket is. Ilyen összefüggésbe jönnek be azok, amiket mi megszoktunk és rendszeralkotásként értelmezni. Ebben az összefüggésbe jön be az a szokásos szembeállítás, hogy a meghatározottság vagy szabadak. Vibor saját példájával mutatta be azt, hogy vannak helyzetek, amikor nagyon összeszűkülnek a lehetőségek, és vannak, amikor kitágulnak, el lehet puskázni ezeket a lehetőségeket, és élni velük. Amikor úgy érzte egy picit is, hogy ezt lehet befolyásolni, akkor szituáljánként ezt igyekezett befolyásolni. És ezért ezt nem csak gondolatilag tette, hanem magatartásában is.
igazából itt lehet sajnálni, hogy ez a rendkívül kevés alkotóideje, ez a 45 és 49 között, akkor tényleg hihetetlen, hogy a saját színvonal fölé emelkedik, akkor valóban egy említett eszékben tanulmányokban van egy konkrét kérdés, és az milyen sok vitája jár, és remekül vitatkozik, hihetetlen. Ugye akár a magyar demokrácia válság a vitában is mai nap, ez, hogy a Lukács György, aki hazajön, és tulajdonképpen ugye a rendőrség szerepét, meg a Stalinus kapja. Hihetetlen színvonal adja el a Lukács a szörnyűséget, tényleg hány ingerem lett. Itt azért nem vagyok ez a szokott tényleg más formákon, de ugye ezt elalakni. A Bibó mennyire türelmes, milyen okos, ez egészen elképesztő. Ez még tényleg a 19. század a liberalizmusának ezt a kultúrát, és ugye többiek is ott mellette, borzalmasan. De hogy közben, és ez így fölkava, és ez egész eszének, vagy ennek a nagyobb demokrácia válságának milyen nagy ívei vannak, ugye a mai politikai publicisztikát nézzük, akkor az ember azt mondja, képzeltek, hogy tényleg olvasunk Bibót. És egyáltalán bár ugye a zsidó kérdéstől a keretek vagy kisállók, hogy ez a három éve ennyi belefér, és hogy tényleg, és utána is ebből él, és akkor elkezd mikorni átként meg mindent, azok már tényleg azt lehet, hogy szegény, hát miért nincs 20 éve ennek az embernek? Mert tényleg akkor valami olyan káprázatos dolog jöhetett volna, és lehet, hogy túlzok, de nem hiszem, hogy nagyon túloznék, mert a további írásokban is megvan, csak nincs tere, meg ugye hát nyilván azt az 50-es évek, 60-as évek helyzetét, hogy följelentem magam és ugye az életem, és tehát nyilván öncelület is, akkor meg nincs terem, és akkor elkezd elvontabb dolgokról elmékedni, ott mindig egy kicsit lekapcsoltam kötött újraolvasásoként. De gondolom, ez fiatal, amit én mondok, ez önbírálat inkább. Tehát nyilván fiatal, ezért ez tetszett nekem, ahogy jól emlékszem, ez amit az előbb én bíráltam, hogy az a hit, vagy az a dolog, az a 70-es, 80-as években sokat benne volt. És tulajdonképpen ez a megengedő szocializmusa, illetve nem volt így leninista a szónak abban az értelmében, amit a mostani szocialista gondolkodó is akkor így úgy legitimálta. És ez a gondolkodói bátorsága kíván, és még végig higgadt többen. És ja, és még egy dolog, többen a fiatalokban viszont nem tetszett, hogy ennyi pszichologizál. Szóval egy kicsit akár maga a hisztéria szó is, meg ez a szociálpszichológia egy kicsit konyha nyelv. Most is egy kicsit blöffnek érzem, vagy szóval nem blöffnek, ezt hiszem. De most jobban elfogadom. Tehát a mostani olvasatban ezek a dolgok, hogy azért, ahogyan látja a tömeg lélektan, nyilván sok szerintem túlmagyarázza néha, vagy túl, de alapvetően igaza van jobban, mint akkor gondolom. Na, hogy nekem így nagyon hiányzik másoknál ez. Én az előbb kikerültem azt, hogy mit is kezdjünk Bibó harmadik utasságával. Igen. Most megpróbálok ehhez viszonyulni. Bibó abban az értelemben nem volt harmadik utas, hogy a mesebeli szintézisokat, hanem azt mondta, hogy a liberális individualizmus is, és a szocialista gondolatvilág is ugyanannak a folyamatnak a részei, nevezetesen a születési kiváltságrendszer, mint érvényes normarendszer leépítésére. Az egyik a született rang, a másik a született vagyon leépítésére. És ez szerintem nagyon időszerű, gondoljunk a 2008-as válságra. Nagyon időszerű. Attól, hogy erőszakfilozófiákkal, értelmezésekkel ezt semmibe vették, attól nem igazolódott vissza az oligarchia. És akkor hadd tegyek itt egy kitérőt. Bibó Istvánnak óriási divatja lett a halálhalítás. Egy fél évvel korábban mondta nekem, meglátott nagyobb divatom lesz, mint Lukács György. Máig nagyon bánom, hogy a kedvenc unokahúzámat meg meg kell magnulakat mondani mindenfélé. Én nem értettem magnulhoz, ezért ezt a lehetőséget elszalasztottam. Minden esetre volt egy óriás, egy mondhatnám egy reveláció, egy nagyon nagy felismerés, amit a Csurka István fogalmazott meg, Bibó felejtés címmel. Tehát azok az értelmiségiak, akik akarva akaratlanul együttműködtek a Kádár rendszerrel, mérhették magukat egy olyan ember személyiségén és szerepén, aki ezt nem tette meg. Egy olyan emberén, aki nem ítélkezett. És hát ebből született meg ugye a Bibó emlékkönyv, ebből született meg az a fajta közhangulat, aminek hatására a párizsi magyar füzetek egy külön számot adott Bibóról. Ennek hatására született
lett valóság az a 78-ban Bibó által jóvá hagyott terv, ami aztán 1981 és 84 között némi kiegészítéssel bennben Kemény István és Sárközi Mátyás fontos szerkesztése folyamányaként az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem kiadásában megjelent. És ennek mindennek hatására adták ki 86-ban a Magvetőnél 56-57-es írása és sok minden más kivételével számos írását. Tehát Bibónál, ha azt keressük, hogy ő mit tekintett érvényesnek, azt tekintette érvényesnek, hogy a személyes uralommal szemben a személytelen szolgáltatások rendszer, a hatalom központosításával szemben különböző hatalom megosztási formák, a történések fátumszerű elviselésével szemben olyan beállítottság, hogy múlik rajtunk van. Meg kell látni, hogy mi, és akkor meg kell látni. Mindenféle is, hogy a félelem olyasmit szül, megszüli a maga tárgyát. Nem a diktatúra szerint a 45 nyarán a valódi veszély, hanem a proletár diktatúrától való félelem, ami megszüli a proletár diktatúrát. 45 nyarán való. Ezt a szöveget kinyomtatták a magyar demokrácia válságát. Kende Pétertől tudom, hogy és utána bevonták. Nem lehetett kapni. Viszont rendeztek egy vitát. A vita után Bibó István Marót Károlynak, klasszika filológia professzorának a következő levelet küldte el. Akkor, amikor ő a belügyminisztérium közigazgatási főosztályának vezetője volt, mi beszélünk ilyen-olyan-amolyan eszékről, de ő közben választójogi törvény dolgozott ki, a svábok ügyében memorandumokat készített, napi hivatalnoki munkát végzett addig, míg úgy érezte, hogy ő valamit tud tenni. És amikor úgy látta, hogy nem, akkor ott hagytam. Kedves Károly bátyám, ő mentette meg, már mint a Bibó, a Maród Károly életét 44-ben. Köszönöm kedves levelét, még inkább pedig együttérzését írja Budapest 46. február 20-án, és helyeslésért pedig hálás és büszke vagyok utal a vitára, a Magyar Demokrácia Válsága vitájára. A vita végeredményben diszharmonikus volt számomra. Nem csak a hozzászólókról, de ugyanúgy saját magammal is az volt az érzésem, hogy az ügyet semmivel sem vittük előbe. Ha lesz valami folytatás, okvetlenül küldött meghívót. A viszontlátásig igaz szeretettel és tisztelettel köszönti régi tanítványa, Bibó Pista. Talán nem érdekelem felidéznünk, hogy mit értett Bibó bal és jobb oldala. Engedjék meg, hogy röviden erről is mondjak néhány. Azt mondta az Európai Társadalomfejlődés értelme című magnóra mondott szövegében találjuk ezt meg, a legkifejtettebb formában, hogy amióta volt fasizmus és volt kommunizmus, nincs értelme ezekről úgy beszélni, mint korábban. Feje tetejére álltak ezek a fogalmak. Az eredeti értelmük viszont az, hogy a baloldal olyan társadalom szerveződést vallott magáénak, amely azon alapult, hogy racionálisan átláthatók a társadalmi viszonyok, és a társadalom racionálisan megszervezhető, a hierarchikus társadalmi tagolódás kiküszöbölése irányában. Így a szenvedés, a fájdalom, a kiszolgáltatottság mennyisége csökkenthető. Ezzel szemben a jobb oldal az eredendő bűnből kiindulva, úgy gondolták azok, akik a hívei voltak, vagy a követői, hogy a bennünk levő fenevad csak megfélemlíthető erőszakkal és fegyelemmel, ennek eszköze a társadalmi tagolódás, a hierarchikus rend, és nem lehet a fájdalmat, a szenvedést, a kiszolgáltatottságot csökkenteni.
legfeljebb azt lehet megakadályozni, hogy ne legyen az emberi állapothoz hozzáférés. És erről volt neki egy igen érdekes véleménye, Felió Hugoá című műve alapján, és ez a következő volt. Az ember az egyetlen olyan élőlény, amely tudja, hogy meg fog halni, így a félelme nem csak veszélyhelyzethez kapcsolódik, hanem önmagában benne van a tudatunkban ez a félelem, ez a intelligenciánk állat. Ezt viszont úgy próbáljuk elfelejteni, hogy mást kiszolgáltatottságban tartunk, és azt hiszük, hogy ezzel csökken a saját sebezhetőségünk, ami ideig, óráig sajnos természetesen megtörténhet, de csak ideig, óráig. Ez az antropológiai alapja a zsarnokságok körfogásának. És ebből kitörni ilyen-olyan feltételek mellett lényege a személyes uralommal szemben a személytelen szolgáltatások rendszere, tehát az, amelyik elszakad, kiszakad a zsarnokságok körforgásában, ami emberi erőfeszítéseket is igényel, újra és újra. Van egy nagyon aktuál politikaivá tenném a beszélgetést, de mégiscsak ugye az, hogy Bibó utóélete, időszerűsége, jelenléte, ez egy kínos feszengés is, hiszen azok a Bibó kollégisták, akik a 80-as években Bibót szellemtörténeti hagyományként és emberi példaként látják, láthatóan nem tudnak nagyon mit kezdeni. Részben paródiává tették, Bibó demokratikus attitűdjét eltüntették, és ugye tegadni se akarják, hanem tulajdonképpen, mintha ez a dolog nem létezne, valahogy ilyesmit érzek, tehát mégis valamilyen módon a Bibó ellenzéki helyzetben a mai kulturális diskurzusban, de egy ilyen kínos, nem, ugye, nem olyan értelemben, mint a Csurka használta ezt a Bibó felejtést, mert a diktatúrában a magatartása, a 56-os szerepe és a dolgai, tehát nem elhallgatható, de igazából a nyilvánosság se nem támogatja, se nem reflektál rá az 56-os év kapcsán, én alig hallottam Bibóról értelmes szavakat, és mint hogyha kínos lenne nekik, hogyha egy fiatalkori év magukra emlékeztet. Talán lehet, hogy nem túlszok ezt a dolgot, hogy nem egy Bibó felejtés, de egy Bibó amnézia, vagy szégyen, vagy ez a hagyományhoz való elvi, de nem gyakorlati. Tehát nem vagyunk demokraták először, de minden vitathatunk a Bibóval, így vagy úgy, de végig föltartja, hogy igazi demokráciákról, szabadságról, jogrend, az valahogy mégiscsak kéne. És ezt én borzasztó fontosnak gondolom, mert alapvetően attitűdünkben nem vagyunk demokraták, akik a kommunizmusban viszonylag hosszú időt eltöltöttek, ötödik mondat után a másikat nagyjából vérpadra küldenék, vagy elmebetegnek tartjuk. De hogy a Bibóban iszonyú sok türelem volt a más gondolkodásúakkal szemben, és ezt ebből a Bibó hagyományból teljesen elmondta. Mint ez a Bibó kollégista és ugye az egykori nemzedék, amely Bibót zászlajára küzdte, és tényleg kultuszt csinált. Hadd mondjam el egy érdekes kontraszt élményemet, ez a következő. Május 11-én volt az első bemutatója a kötetnek, a Delte jogi kari tanástermében a Bibó István szakkollégium, jogász szakkollégium szervezésében, és nagyon jól elbeszélgettünk. Úgy éreztem, hogy nagyon komoly igény van a mai szakkollégistákban, Bibó felfedezésére, megértésére. Ami a hatalmon lévőket illeti, ott én egy eleinte sokáig feszengést éreztem. Amikor én 92-ben Szegedre szerveztem egy Bibó tudományos konferenciát, akkor Hajszál híján a Mésző Miklós zárta volna le, aztán a Konrád György, a Mésző Jakó már igen beteg volt, Konrád se tudott eljönni, és én fölhívtam az Orbán Viktor, nem ismertem. Egyszer hallottam ordítani, ami nagyon visszataszító volt, 89. március 15-én. Fölhívtam, és nem ért rá. És ezek után egykori mentoromat, Szabad Györgyöt kértem föl, és ő zárta le. Könc Árpád nyitotta meg, Szabad zárta le. Hát ennél ezen most egész máshol vagyunk. Nem a feszengés miatt. Akik 2011-ben a Kommentár című folyóiratot lapozgatták, vagy akár a honlapot nézték, azok rábukkantak Lánci Andrásnak. Nem emlékszem pontosan a címére, de nekünk egy értelmiségi mítosz kell, valami ilyesmi című, tárgyilag is rendkívül gyenge, tehát szakmailag is nagyon gyenge, gondolatilag
hát azt mondhatnám, hogy katasztrofális írásával, aminek a lényege az volt, hogy bizonyan időszerű, eleve olyan gondolkodó volt, akit nem lehet komolyan venni, a hívei még kevésbé, ami nagyon-nagyon emlékeztetett engem, egy 1979-es a Kritika című labban megjelent írása, aminek a szerzője E. Fehér Pán, a Kádár korszak béltolnokainak egyike volt. A következő kommentár számban megjelent Pap Istvántól egy írás, ami kimutatta azt, hogy Vívó István, ha valamilyen kontextusba helyezhető, az a népi kontextus, a népi írók mozgalmának a kontextusa. És engedjék meg, kedves Sándor, hogy elmeséljek egy történetet, ami a Vívó, a harmadik kötetben lesz majd benne, a Vívó TV interjúinak a szövegében, ami tulajdonképpen egyfajta memoár. Azért egyfajta, mert a szokásos memoár tömény önigazolás, ez nem az, hanem nagyon ironikus emlékezés. Következőt idézem föl. Vívó leírja azt, vagy elmondja azt, hogy többen kétségbe vonták, hogy Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című műve az nem 56-ban született. És elmondja, hogy ő a tanulá, hogy 1950-ben, ő már nem emlékszik, hogy tavasszal vagy ősszel, de lement Tihanyba. És beszélgettek. Egész nap és egész éjjel beszélgettek. És akkor a Illyés kérdezte őt, hogy mit gondol a zsarnokságról, és mondta, hogy a zsarnokság az nem egyszerűen van, hanem mindent átad. És másnap megírta Illyés Gyula az Egy mondat a zsarnokságot, és Vívó Istvánnak felolvasta. Vívó István, és megkérdezte tőle, hogy mit szólt, és Vívó mondta egy nagyszerű vers. De mondta azt is, hogy hosszú vers, ami Illyés nagyon megsértődött. Szóval azt szeretném mondani... Jó, ezt tudjuk egyébként. Egyébként fantasztikus. Nem szentségtől, szerintem, hogy tényleg vannak versek, amiket nem tényleg megragad, de nem merjünk bírálni azt, hogy élő vagy valaki ezt kimondaná, kimutatta, lehet, hogy nincs igazad, de néha ez az érzés. Mert másképp olvasta az ember ezt 78-ban, 88-ban, 95-ben, és valóban egy kicsit így és általában túlírta. Szabadat ne felejtsd. Németh László két drámáját bírálta Vívó kéziratban. Ez már megjelent, de itt megtaláljuk az egyiket. Ez a Hetedik Gergely. Ugye a Hetedik Gergely Németh László szerint asszonyok tanácsára nem él a lehetőséggel, ahelyett, hogy a királyt kiátkozná, sarkára állna, ehelyett megbocsát. Vívó azt mondja, egy teljes félreértés. Nem tehetett más, mint megbocsát. Ő nem a világi hatalmat képviselte, és ha nem egy újabb hatalomkoncentráció kiinduló pontjának tekintjük, akkor teljesen normális, amit te. A másik Németh László darab az az Áruló, amivel kapcsolatban elmondja, hogy a Görgei természetesen nem volt áruló, de egy olyan látszat következett be, mármint a Vívó szerint, amikor ugye a leggörgei álmény külötiszteket végzik ki Aradon. Hát teljesen az a látszat, hogy hogy a fenébe úszhatja meg ezt a Görgei. De ez nem azt jelenti attól, hogy a Görgei nem volt távolabb, nem az következik, hogy visszamenőleg mindenben ő volt a nagy olyan is. Teljes őrület. Nagyon szépen leírja. Van egy nagyon érdekes Dávid király értelmezés, ezt most adtam közre. Joáb, avagy a gyűlöletessé vált, kibírhatatlan hűség története. Joáb ugye Dávidnak a mondjuk nagy vezére volt. És hát ezt a Sámuel királyok krónikák könyvéből összerakható története a Vívó összerakta és leírta. Szóval nagyon sok, van három fantasztikus verselemzése, ez már megjelent korábban, és a Joáb az nem. 2000-ben cekülben. A három verselemzés Illyéstől egy nem olyan hosszú vers, egy betyár vers,
a Radnótitól a Sem Emlék, Sem Balázsnak és József Attilától. Nem tudom, hogy adnak címet neki, vagy nem, az egyes kiadásukban négy kézláb másztam. Fantasztikus, ami kiderül ezek kapcsán. Vannak vívó alapszövegek, vannak olyan írások, amiket nem különösebben, nem közismertek. Vannak olyanok, amik érdekesek, és vannak iratok, és vannak levelek. Én azt a logikát követtem egy-egy téma kapcsán, hogy valamire vívó reagál, azt megírja, és arra reagálnak mások, és ő erre reagál, speech-ek, írták a Skinnerék. Tehát egy olyan közéleti tett maga az írás, amiben valamilyen kontextusban állást foglalunk, amiben kapcsolatban mások állást foglalnak is. Erre megint reagálunk. Vannak olyan hatalmas kéziratok, amiből az derül ki, hogy a 45-48-as közötti írások nem a semmiből jöttek elő, sem az 56-osak. Ilyen az európai egyensúlyról és békéről. És a nyugdíjas időszaknak, ami egyáltalán nem volt nyugdíjas. Ugye a nemzetközi államközösség és bénultsága, és annak bénultsága és annak orvossága. Hadd mondjak néhány szót a harmadik kötetről. Ennek a témái, az első a nemzetközi konfliktus elmélet, amelynek a központi szövege ez a nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvossága jegy. 65 és 74 között ír nagy monográfia, ami eredetileg az arab-izraeli, a ciprusi és a német kérdés megoldására irányul. Német kérdésről nem lehetett írni az időben, ezért Vigó a ciprusit és a közel-keleti dolgozta ki. Minthogy ez angolul jelent meg, minthogy ott nagyon kemény terjedelmi korlátot, kidobták sajnos. Így aztán az értelmezési keretet olvassuk az esetelemzések nélkül. Most én összeraktam ezeket, tehát a konfliktus elemzést olvashatjuk, és van még egy írás, ami ide tartozik, de nem ebben a kötetben volt, az északi kérdés. Tehát ez nemzetközi konfliktus elmélet. Vibó eredeti szakmája az nemzetközi jog, illetve jog bölcselet. A második nagy téma társadalmi és közigazgatási reform. Vibó István Erdei Ferenc Város és vidéke későbbi írás és a Magyar Város korábbi írás logikája alapján kidolgozta, hogy minden városnak legyen vidék és minden vidéknek legyen város. Egy olyan közigazgatási reform tervet térképekkel, amit Hollandiában valósítottak meg évtizedekkel később. Számos ezzel kapcsolatos dokumentum, irat és írás van. És végül, de nem utolsó sorban, amit már említettem, Reflexiók és visszaemlékezések címmel a tévéinterjúk, amiket ugye nagyon torzított Viszál Tibor szerepe, ahogy kérdezett. Aztán ugye ennek része az, amikor már nem a, amikor 56-ról és 56 utáni történésekről beszélt a Hanár Gábornak. Levél volt Bándi Gyulához, ez a népi mozgalomról szóló könyvhöz írt kommentár sorozatát tartalmazta, és az 56 utáni helyzetről. A nagyjából ezek lesznek a harmadik. Mint az elején mondtam, ahhoz térnék vissza, a fő érvem a könyv ellen. Azt hallottam, hogy a fiatalok kevésbé olvassák, mert 3600 oldal. És azt már végig nem olvassák az emberek. Okosabbak nálunk, jobbak is, tehetségesebbek is, tényleg. De ez, hogy végig olvasni valamit, és egy dolog miatt, amit Iván mondott, szerintem az nem derül ki, vagy újraolvasa derül, tehát aki csak így mondjuk neten olvas, meg minden a Vivo-ból. Ez ami a legrokonszerűbb tudás, hogy nem tekintette szobornak magát, ez kész volt felülvizsgálni saját álláspontját. És hogyha ez mondjuk így a mi lett volna, ha tehát szabadabban alakos, hát ami valóban egy olyan politikai elemző gondolkodó, de mondjuk gondolkodó, aki ha a tevékenységében többen azt, ami Magyarországon eleve nagyon nagy embert
és tévedtenek, ezt nem mondják. Én nem úgy gondolom 20 év múlva, vagy másra a véleményem így és elsérül 10 év múlva. Ez mint egy olyan nagy szentségtörés. Tehát amit 72-ben vagy 56-ban gondoltam, és a Bibó ebben volt, szerintem így újraolvasva, meg egybeolvasva, tehát nyilván itt a hely, itt lévőket nyilván arra biztosan, hogy olvassák, hogy újraolvassák. De azt hiszem, hogy ez csak így derül ki, hogy az ember olvas, és ez tök nagyon ritka dolog. Én a Bibóban most így újraolvasva, leginkább ezt tetszik. Tehát nem, hogy miket mond, persze az is mond meg, hogy tényleg egészen pazar elme. De nem feltétlenül a legnagyobb gondolkodó van, de az a magyar kultúrában, hát tudom, hogy előbb mondták, én egy nagy rendszer alkotó ember, de amit mond, az én részben... Ez is jó. Igen, de jó is, meg néha butaságok vannak meg azért egy sok. De mindegy, az nem számít. Ez számít inkább nekem, vagyis a mai olvasatban, hát egyrészt egy rettetes, szimpatikus ember, hogy így csinálja a dolgot, meg amilyen komolyan beszél. Másrészt meg képes mindig valamilyen módon saját magát is felülvizsgálni. Ez nagyon ritka ebben a kultúrában, és másodszorban úgy gyakori, de itt mindenképpen kivétel. Azt szeretném hozzáfűzni egyrészt, hogy én úgy vélem, hogy artikulálatlan indulati, érzelmi reakciók vannak az újzsarnokságra. Bibó segít artikulálni. Ez az egyik, ami miatt nagyon időszerű. A másik. A Bibó szerint a kommunista párt mindenhatósága egy új arisztokrácia mindenhatósága. Eltől az egyetemi jelöl, nem mondtam, bocsánat, hogy a harmadik kötetben benne lesznek az ismertetések, szakcikkek, egyetemi előadások. Az egyik szemináriumán foglalkozott ezzel, hogy ezek a hatalomkoncentrációs formák, milyen formákat öltenek az új hatalomkoncentráció? Hát szerintem ennél időszerű nincs. És szeretnék valamit mondani, ha megengedett, kedves Sándor, arról, hogy is volt a rendszerváltás és Bibó viszonya. Én úgy látom, Balog Iván barátom, aki írt erről egy monográfiát Bibó politikai recepciójáról nyomán, hogy Bibó a Kádár rendszerhez való viszonyulás szempontjából meghatározó volt. Meghatározó minta volt. Úgyhogy 79 és 88-89-90 között a független, demokratikus, civilizált Magyarország lehetőségét benne testesítettük meg nagyon sokan. Én nagyon nem szerettem a divatot, de hát belül persze én is. Azért nem szerettem a divatot, mert sokkal személyesebb volt. Úgy éreztem, hogy elviszi. Tehát én vele kapcsolatban értem meg az első személyes veszteséget. Igazán. Másodszor. A kiépülő demokráciának nagyon meghatározó oligarchikus vonásai voltak. Bibó személye teljesen alkalmatlan volt hőskultuszra. Nagyon sokan tudtuk, hogy mi történt a parlamentben, sokan nem úgy, ahogy valóban történt, mert sokkal szűkebb időre satszolták nagyon sokan. De egyszerűen egy jó humorérzékű, finom embertől nagyon távol áll. Nem lehetett ráhúzni a hőskultuszra. Ráadásul a nézeteitől nagyon távol állt az a oligarchikus működési mód, ahogy a kiépült rendszer működött. De hát ami most épült ki, az nem távol áll, az szemben. Ezzel magyarázható a feszengés. Lánci András mellett még egy nagy fideszes volt az, aki szó szerint, hát szóval nagyon elszólta magát. Kövér László. Volt egy konferencia, ott Jó napot kívánok, Fürst Izabella vagyok, és engem Bibó István fia hívott arra a konferenciára, amiért én azóta is fizetek, mint a katonatiszt. A következő történt. Előtte való héten volt a leghíresebb magyar vita megismétlése 20 év múlva, tehát ez a Kónya Pető 20 év múlva, és ott némi korai társadalom kritikát a fiatal magyar értelmiség megengedett magának, de annyira fiatalok voltunk, hogy én ötödéves szociológiai hallgató voltam, és még máshogy is hívtak, mert
Jesperson Izabellaként hozzászóltam ahhoz a vitához, amihez most így utólag azt mondom, hogy jobb lett volna, ha csöndbe maradok, mert hogy nagyon súlyos következményekkel fizetek még, és most Strasbourgba fog végződni a vita. Tudnáljuk, a következő történt. Megjelent egy jó szerencsét Magyarország verse vitával együtt, ezt szintén én követtem el, és az történt, hogy a következő héten Bibó István fia meghívott minket erre a 100. születésnapra. Én, mint a gépjegyzeteltem, mert ez a szakdolgozati témám. És a következő történt, megjelent a második nap a Bibó kollégium, Kövér Szájer úr fellegi, tehát a teljes Bibó kollégium, és meghirdették a magyar vitát, amihez természetszerűen nem lehetett hozzászólni. és úgy kezdte Kövér, tehát elős volt már a felütés is, úgy kezdte Kövér úr, ott volt Borbára és ott volt István is, és a magyar értelmiség színe java, úgy kezdte Kövér úr, hogy a magyar demokráciával az a baj, hogy formális demokráciában jobb, ha az emberek leszedáltak, maradnak. Bibó István 89-ben felraktuk a könyvespolcra, hadd porosodjon. Teljesen aktualitását vesztette. A teremben elfogyott a levegő, én kínomban röhögtem, szó szerint jegyzeteltem, majd a vita végén, mert tiszteletbe tartottam, hogy nem lehet hozzászólni, felálltam és hátat fordítottam a Bibó Kolesznek, és mivel én fideszes tanszéken képződtem, pécsi szociológia, ugyanolyan pofátlan vagyok, mint ők, ha Bibóról van szó. A következőt kérdeztem, jó hangosan Kövér urat még 180 fokon meláttam, hogy mennyire vörösödik a feje. A következő történt, megkérdeztem a magyar értelmiség színe javát, hogy elnézést, hogy merik ezt magyar vitának nevezni? Ehhez hozzá sem lehetett szólni. Tudtam, hogy baj lesz a fideszes, frissen kinevezett tanszékvezetővel a pécsi szociológia tanszéken. Azt nem tudtam, hogy le is amortizálja később az egész tanszéket, de azt tudtam, hogy az én Bibó szakdolgozatommal biztos baj lesz. De ott soha többet nem kapok Magyarországon munkát, és Bibó úr elmereszti a nemzetbiztonságot, arra soha nem gondoltam. Itt viszonylag nagyon magas, vagy nagyon meleg van, tehát általában egy órát szoktuk tartani. Azt gondolom, hogy szűkebb körben folytassuk. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, és Dénes Iván Borbának az Bibóval segített pedig azt, köszönöm szépen.